szinte felismerhetetlenné tette a fagyasztott a gyümölcstermést. A gazdáknak hozzá kellett szokniuk a látványhoz az elmúlt években. Három nehéz esztendőn vannak túl. 2018-ban bár jó volt a termés, sok maradt betakarítatlanul vagy semmisült meg a tavaszi fagyok miatt. Utóbbiakkal 2019-ben is szembe kellett nézniük, tavaly pedig már olyan sok minden sújtotta az ültetvényeket, hogy minden gyümölcsfaj gyenge vagy nagyon gyenge termés produkált hazánkban. Ez indult ott, hogy március vége és május közepe között körülbelül 18-20 fagyos éjszaka volt. Soha nem volt ennyi ember emlékezett óta. Ebből 6-8 éjszaka olyan komoly lehűlést hozott, hogy önmagában komoly károkat okozott volna, de így összeadódva még letárisabb volt a hatása. Én azt gondolom csak azért maradt annyi gyümölcs is amennyi, mert 19-ben a gyenge termés után nagyon jó volt a virágzás. A tavaszi fagyokat követték az extrém júniusi Juni, csapadékok, amely megsemmisítette a e, Módszát, a cseresznyét, a megynek egy jelentős részét. A nyár hátra lévő része már viszonylag gond nélkül telt a július és az augusztus, viszont eddigre már a termés fele elveszett. A gondok 2007 környékén kezdődtek, akkor kezdett el látványosan felborulni az időjárás mint a Freud Web elnöke a 35 percben fogalmazott, jelenleg már mindenre és annak az ellenkezőjére is fel kell készülniük az ágazatban dolgozóknak. A gyümölcs termesztésből ugyanakkor nem lehet kiszállni egyik pillanatról a másikra, amellett, hogy az évtizedek óta ezzel foglalkozóknak az elhivatottságuk sem engedi ezt. Többen mostanra csőd közelbe kerültek, ha pedig az idei év is veszteségesre sikerül, Apáti Ferenc szerint sokan fognak elgondolkodni a folytatásról. A folytatás persze pozitívan is alakulhat ha idén lesz egy jó termés, ami most még így február elején benne van a pakliba, akkor újra jelentős mértékben zuhanhatnak a gyümölcsárak, és akkor lehet fél év múlva, egy év múlva arról fogunk beszélgetni, hogy miért voltak ilyen olcsók a gyümölcsök. Alapvetően az időjárási hatások terha alatt nyögünk, de az időjárási hatások miatt vagy így vagy úgy, nagyon hosszú távon, egy 5-10 éves távlatban biztos, hogy emelkedni fog a gyümölcsök ára. Ha védekezünk a tavaszi fagyok vagy az időjárási károk ellen, akkor azért, mert ezek brutális brutálisan drága védelmi technológiák. Ha nem védekezünk, akkor pedig azért fog emelkedni a gyümölcsök ára, hiszen mint tavaly is, ha kiesik a termés, csökken a kínálat, akkor emelkedik az ár. A gyümölcsök eddig sem voltak olcsók. Míg 2019-ben is már az átlagosnál magasabbak voltak az árak, tavaly némelyik már egyenesen luxus cikknek számított, és másfélszer kétszer annyiba került, mint amit megszokhattunk. A gazdáknak közvetlen és normatív támogatások segíthetnek a károk enyhítésében, a szakember szerint azonban sok esetben olyan bonyolultak ezek a pályázatok, hogy a pályázatíró munkáját is igénybe kell venniük. Apáti Ferenc úgy látja, hogy ahol lehet, mindenképpen fejleszteni kell, hogy korszerűbbek legyenek az ültetvények, a hosszú távú versenyképességhez azonban elsősorban az időjárási károk megelőzésére kell fókuszálni.